Hát hölgyek, urak! Hát hölgyek, urak! Ma egy nagyon illusztris vendég lesz nálunk, aki, hogy is fogalmazzam, egy ideje már szeretne a Rock Pagoda mikrofon végre kapni, hogy szépen fogalmazzak. A white fülűek, illetve a éles szeműek már észre is vehettek a Rock Pagodás molinó előtt ülő, nem tudom, kertészeti munkatárs, szerelő munkatárs ruháján egy stressz feliratot. Szóval, hölgyek, urak, tadam, tapsot kérünk, doppergés, ováció, nyílt színi taps, és hagy üdvözöljük az egyedit, az egyetlent, és a misztikust, hogy így lehet mondani, a misztikust. Húha, kivel fogok én riportot csinálni? Hát ki lesz? Atya úristen. Arról volt szó, hogy Lőrinc Tibivel fogok. Tadam! Hát, köszönjük szépen, hogy meghívtál minket. Ahogy mondtuk, egy ideje már, hogy mondjam, így vadásztunk rád. Nem tudom szebben fogalmazni, vadásztunk rád. Szóval, Tibi, először is köszönjük szépen, hiszen te a Rock Pagodának már azóta a tagja vagy. Ezt én köszönöm. Mióta te tavaly meghívtál ugye fotózni, amikor még a Rock Pagoda csak éledezett. Igen. Tehát még csak úgy egy vízió volt valahol a távoli jövőben, illetőleg, hogy most májusban meghívtál erre a jubilomit, meg a díját adóra, köszönjük szépen, nagyon nagy megtiszteltetés volt. A mai beszélgetés apropóját két dolog adja. Az egyik, természetesen te, mindenképpen te, mindig te. A másik pedig egy másik nagy művész, énekes, de úgy gondolom, hogy róla majd te fogsz beszélni. Igen. Tehát először is, Tibi, egy nagyon fontos kérdés. Hogy vagy? Én nagyon szépen köszönöm. Jól. És látszikám, hát egy pár infótos lesz jövőjével kapcsolatosan. Tervek vannak, látszikám. És az a helyzet, hogy nem tudjuk, mit hozhat a jövő. Majd meglátjuk. Szeretnénk több helyen bemutatkozni. Idén, szeptember 24-én leszünk a Legendában. Sajnos nagyon sok fesztiválról lecsúsztunk, tehát nincs fellépési lehetőségünk. Mi nem adjuk fel, továbbra is folytatjuk. Ami nagyon-nagyon jó érzést tölt el, hogy Biro Icuval közös munkákat nagyon-nagyon jó aktívan dolgozunk együtt, nagyon szeretjük őt, nagyon jó munkatárs, és ő is csatlakozott a stresszhez. Tehát vannak kilátások, most szeptember 24-én ezt folytatjuk Icuval, a repertoárokat növeljük Icuval kapcsolatosan, és különböző új show elemekkel készülünk, mind ahogy eddig is, és reméljük, hogy nem csalódik a közönség bennünk, mert teljes szívvel, lélekkel, őértők vagyunk. Már az is nagyon tetszett, amit a Legenda sörözőbe a Biro Icával így közösen, illetve őt bevonva előadtatok. Igen. Az már így előre jelezte akkor ezt a együttműködést valószínűleg. Igen, nagyon boldog vagyok. Igen. Tibi, én egy személyes megjegyzéssel kezdenék, mielőtt még itt belevágnánk a mindenbe. Kevesen tudják, néha el szokott hangzani, hogy én zenéltem valamikor. Igen. És nekünk volt még anna a zenekarra, 97-ben szerencsénk előttetek fellépni. Igen. Igen. Azt hiszem gyálon léptünk igen. föl. A tükörvár volt. Igen. Igen. És ez nekem egy örök élmény, mert, hogy mondjam, heavy metalt játszó zenekarnak a stressz előtt fellépni. Úgyhogy ez a saját megérzés, és vége, ezt innentől most már nem rólam lesz szó, de még egy kérdés. Nem tudtam nem észrevenni a pólód.
P. Mágnes együttes, az egy, nekem egyik kedvenc zenekarom. Akkor Ivánt üdvözöljük? Igen. Ivánt innen is üdvözöljük. Természetes. Kedvenc zenekarom, azért megmutatnám a hátulját is, mert mégis is egy Saturn Rock zenekarról van szó. Megmutatnám azért, mert ez érdekességképpen egy saját tervezésem. Igen. Nagyon szép. Nagyon. És boldoggá tölt el, ha viselhetem. Hát nagyon szeretem őket, igen. Tibi, mennyi lesz a gázs így, hogy vetköztél nekünk? Hú, nincs gázsi. Ezt örömmel csinálom. Én mindig ilyen voltam. Igen, hogy mondjam, rólad van a szakmában az, hogy mindet csak játszunk. Igen, ez az életem. Ez nagyon is. A zenekarban is ezt a tüzet érzem. Ezért jó így együtt maradni és adni, amíg tudjuk a jót, mert ez nagyon fontos. Ebbe föltöltődik az ember, ha szeretet veszik körül. És ez a legfontosabb a világban. Tibi, neked voltak jó és rosszabb periódusai. Igen. Volt egy nagyon nehéz periódus az életedben. Nagyon is. Most, lelkileg, mert fizikailag az ember meg tud gyógyulni, de lelkileg hogy érzed magad? Kezdek helyreállni a régi nyomokban, a régi nyomok, amit bennem hagytak, mert hála Istennek egy boldog házas ember vagyok. És kiegyensúlyozottabb lettem, a baráti köröm nagyon széles szeretetben vagyok, nem panaszkodom, én el tudnám sírni magam, mert ez régen volt így. És a másik meg, hogy a közönség, Laci, hogy így szereti a zenekar, tehát szavakat nem tudok mondani. Volt most a Rock Pagoda, a Vicky Blacknek egy-két rendezvénye, és úgy képzeld el, hogy nézők, rajongók stresszpólóba jelentek meg. És így néztem, és mondom, hogy én ismerem a Tibit. Te ismered a Tibit. Tehát, hogy ez olyan megtisztelő. Igen. Jó érzés. Amikor egy másik zenekar koncertjére fölveszik a stresszpólót. Az egy nagyon nagy. Boldog vagyok. Úgyhogy tanúsítom, igen. Így volt. Jó, most jön egy, akik megszokták a Rock Pagodát is nézik, tudják, hogy szoktam provokatív kérdést feltenni. Nyugodtan. Most egy provokatív kérdés. Igen. Van olyan, hogy te annyira fáradt vagy, hogy nem mész ki színpadra? Olyan soha nem volt. Ezt a fáradtságot vagy a magán problémát félre kell tenni, Latika. A színpad egy olyan hely, amit tisztelni és meg kell becsülni. A te vagy az én problémám, vagy egy zenekarban vagyok, az nem tartozik a közönségre. Az félre kell tenni. Utána rájössz, akkor rájössz majd, hogy foglalkozni kell, mikor magad maradsz a problémáiddal. Sokszor én észrevettem, és kérlek, ne nézzetek nagyképűnek. Mint én, mikor fölmegyek a színpadra, megszűnik ez a világ. Egy picit, mintha elhagynám a földet, mikor visszatérek, és lejövök a színpadról, akkor érzem azt, szembesülök a valósággal, akkor nagyon szomorú tudok lenni. Az biztos, hogy a stressz nem csak a lemezeivel, de a színpadi sójával is egy, nem is tudom, álomvilág, varázsvilág. Tehát egy más világot próbál megidézni, vagy ad a nézőnek. Tehát nem szimplán azon, hogy eljátszátok a számokat, igen, hanem show van, érzések vannak. Igen, nagyon fontos számunkra. Sok nótához kapcsolódnak a show elemek. Most az sajnos nem volt úgy fölépítve a koncertrepertoár, eljátszani eljátszottuk. De vannak szereposztások, mindig át kéne, hogy öltözzek. És mindig más, hol boszorkány vagyok, hol én vagyok a rossz fiú, utána jön a dicső lovag, aki tényleg megmenti a világot. Hát a dicső lovag hölgy alakjában jelenleg az az icom volt. Tehát csodálatos volt, mert ő a kiválasztott, jött, hogy megmentsen minket. Mit gondolsz? Végülis mindegy, hogy férfi vagy nő, csak mentsen meg minket. Igen. Ennyi. És a próza erről is szólt, és nagyon boldog vagyok, hogy nagyon-nagyon jó vele közösen dolgozni. Még föl kell tennem egy visszautaló kérdést. Igen. Alapítottad a Somlajos díjat. Igen. Ez az ötlet, hogy miért pont Somlajos ez? Ez honnan jött? Megmondom, Lacika. Az ötlet akkor jött, mikor szegény öreg a Péterfi kórházban meghalt.
Én egyszer a Krézi mamában említettem neki, ha apu egyszer nem leszel, ne adja a Jóisten, és lehúnyod a szemedet, én nekem fontos adni, és te rólad nevezem el, és fogok egyszer majd díjat adni. Elmosolyodott, azt mondja, hát mondanod se kell. Én tudom, hogy mindig fogsz rám emlékezni. Tehát, és volt a 80-as években, képzeld el, ezt el akarom mesélni nektek, hogy több fesztiválon kijelentette a fogadott apám, hogy a rugzászkaja mocsokba esett. De az vegye föl, aki méltó lesz majd rá. És sokszor oda mentem, én úgy érzem, hogy ezt a zászlót nem egyszer kell fölvennem. Nagyon sokszor. Adott egy puszit a homlokomra, megsimogatott, és azt mondja, hát én ebben biztos voltam. Ugyan elmosolyodott aranyos volt. Szép emlékeket. Nagyon fájt az eltávozása is. Többet érdemelt volna még, ami sokat kellett volna még tanulnom tőle. És mindig volt egy mondata neki is, meg Demjén Ferencnek, mikor közösen játszottunk a V-motorokkal, Piramissal, és mind a ketten valahogy megjegyezték. Tibike, ha nem is vagy sztár, van akkora egyéniség, próbálj majd azzá válni, legalábbis mutasd, akkor el is fogják hinni. Na de ez, mert volt nekik egy varázsuk, Laci, állandóan csak lestem, hogy is csinálják ezt. A kulisszák mögött bújtam, nem láttam a Lajos, nem láttam a Révés Annyit, Demjént sem. És egyszer csak elsötétül a színpadon a fény, és megjelennek. Képzeld el, az a hideg rázás. Úristen, pedig benn voltam az öltözőbe, kereste, most milyen ruhában jön ki, vagy hol van, mit csinálhat, hogy készül egyáltalán föl erre az óriási koncertre. Meg voltam veszve. Annyira szippantottam Skorpiótól, a régi nagyoktól ezt a profizmus, hogy is csinálják, hogy kell ezt csinálni, vagy hogy jelenik meg valaki. És elsírtam magam sokszor, tudod, nem értem utol magam ezekkel a dolgokkal. De mindig ez inspirál. És ők is mesélték, mikor a Black Sabbath turnét látták pont, hogy milyen is ez a varázs, és úgy magunkba szívtuk. A másik, mikor tudod, annak idején sajnos a zenekart Vágóhídra vittem, mi nem nyerhettük meg a... Mindent elhoztunk, Lacika. 78-79-ben, félre ne értsétek. Nem olyan újat mutattunk. Annak idején egy Bravo újságban, ha megláttam egy Judas Priest képet, kik ezek? Érdekelt ez a varázs. Később levágattam a hajam. A Józsi bácsinak volt egy sírásó barátom, még Lőrincen laktam, és elkértem a sapkáját, beszegtem. Akkor nagyon nehéz volt egy ilyen felvaró szerezni a szárnyaló koponyával. Elszárnyaló, félreértették. Mindjárt lenáciztak. Én a nép ellensége voltam a Kádár rendszerben sajnos. De akkor tényleg, Laci, olyan újat hoztunk, mint az Iron Maidenben, a Pordájában. A kinézetük által is egy olyan nagyon agresszív felállás volt. Kicsit benn volt a punk, benne volt a kőkemény fém, metal. Hát, és akkor elhájultam, és teljesen anyám is ráment. 84-ben, még ezt a sztorit úgy elmesélném, csináltattam Vácon koporsót. Hülye vicc volt, tudod, akkor még nem volt benőve az anyám. Mert az Ozzy Osbourne-tól láttam az, hogy Draculaként nem fekszik ebbe a szarba. Na mindegy, annyira tetszett, hogy nem tudtam magamról, annyira hülye ember. Na végül is akkor hozzuk haza a koporsót, hát gondolj bele, mi pénz volt azt legyártatni, megcsináltatni. Hát tényleg kerestem, még elmentem nyári munkára is, hogy megvegyem. Anyám kiszólt a cuccaimat az első emeletről, hogy költözzek az Ozzy Osbourne-hoz. Én nem vagyok már többet a gyereke. Hát, hogy elment az a maradék eszem. Majd bevezeti a halkapeszi módszert, ha kapok eszek majd. Állacikám. Tehát a sok hülyeség, az.
Volt egy közös ismerősünk, aki sajnos tavasszal elhunyt. Ő mesélte, hogy nem tudom ez igaz vagy nem, hogy Csiga Sándornak is. Csiga Sándor. Hogy általában nem tudom, föl is elaludtál a koporsóba, és fölültél, és anyád szegény úgy megijedt, hogy... Egy része igaz, mert ahogy fölvittem, már vihettem is el. Már csak ilyen próbafelülések voltak. Csak hát azonnal áll, Laci, azt hittem ketté hasítva. Azt mondta a Csiga Sanyi, ő nagyon szeretett téged. Én nagyon szeretett, szeretettel beszél. Én is szegénykem azt mondta, jövök hozzátok, és két órán keresztül csak Lőrinc Tibi poénok lesznek, persze. És belül sztorik. Nagyon sokat Úgyhogy nagyon sajnálom, és én nagyon sajnálom nagyon őt, hiányzik. Mert majdnem 3 órát beszélgettem vele telefonon, és ennek a 90%-a rólad szólt. Tehát így nagyjából, igen, tehát igen, nagyon igen. Szeretett téged. Hát a Désében, mikor a Zsöcike ott volt, meg a Csiga Sanyi, hová mész ennyi flakonnal? Megyek a Vágóhídra a vérért. Legalább 20-30 liter kell. Valaki tudja? Hát nem. Egyszerűen, tudod, nem voltam normális. Egyszerűen nem tudtam magam, olyan hülye voltam. De hát sok hülyeséget, Laci, borzasztó, amit megcsináltam. Fiatal voltam, nem volt a korlát. Mindent lehet. Tudod? Meg a hajó is sok volt. És állandóan Disneylandben volt. Azt mondd meg, Tibi, egy provokatív kérdés. Igen? Én azt gondolom, hogy ha valakit az életben annyi ellenszél ér, mint téged, már rég feladta volna, azt mondta volna, egész nem érdekel. Te meg azért is. Ahányszor buktál, újra fölkeltél. Ahányszor buktál, újra fölkeltél. Anyu is ezt mondja, hogy egy Don Quixote-hoz tud hasonlítani. Csak aki küzde vel a szélvonalon. Ő szegény már nem hittetem. De 91-ben, mikor kijött a Bakelit lemezünk, elsírta magát. Igen. És azt mondja, látod, nem adtad fel az álmaidat. És nagyon boldog vagyok, és a közösségnek is, mindannyiatoknak köszönöm, hogy ez a lemez kijött, és ilyen sikeres lett. Nem csak a borító, hanem még maga meghatározta a zenei stílus is önmagát, és nagyon boldog vagyok, ez olyan páratlan, és nagyon-nagyon jó sikerült. Azt már nagyon nehéz volt túlszárnyani, nem is lehetett. Azt így magasra tettétek a mércét. Nagyon. A Tűz még egy is jó lemez volt, de ilyet nem lehet kőberelni, mint a Kísértett Kastélyban. Nézd, arról tulajdonképpen lehet mondani, hogy majdnem, sőt, minden szám ikonikus lett. Igen. És ez nagyon ritka, mert általában valljuk be egy lemezről, mondjuk van 2-3, ami igen, megmarad, igen. A többi az úgy... Igen. De talán az, hogy sokáig készült, az igen, is... meg sok szenvedésen keresztül ment át, mire ez kijön. Tudod, úgy voltam a Kísértett Kastély című lemezünkkel, hogy tudod, mikor annyira várod a csodát, csak olyan halványon mindenkinek, akinek ki tudott jönni a lemezre, csak álmodtunk erről. És úgy vártok karácsonyra, hogy át is tudjuk a közönségnek nyújtani, de nem sikerült. Csúszott. Mindig csak csúszott. És már úgy voltál vele, mikor már megjelent, nagyon boldoggá voltál, csak belül érezted, hogy de későn jött. De későn jött ez. De úgy vagyok vele, tudod, drága Lacikám, hogy legalább hagytunk magunk mögött majd valamit. Igen, akik nem éltek még abba a korban, de egy érdekes kor volt, mert nem az adott ki, nem az adott ki lemezt, aki a legtehetségesebb volt, hanem akire rámutatta. Igen. Azt mondták, te csinálsz egy lemezt, menj be a lemezgyárba, és megcsinált. Aki meg, már megbocsáss, hogy ezt mondom, kerekre játszotta magát, meg oda tette minden. Igen. A másik, amit nagyon hálás vagyok, mert nagyon lemezük nem lehetett volna a bandáknak, hanem a Nagy Ferol kiadó. Feri nagyon sokat tartott a hátát a punk zene miatt, a heavy metal zene miatt, és sok banda már ezt elfelejti, hogy sokat köszönhet a Nagy Ferolnak. Szapulni vagy irigyelni lehet, de ő a Nagy Ferol. Nagyon sokat vergődtünk, szenvedtünk mi abba az időben, azt nem kívánunk senkinek. Tehát ha nincs a Feri, rengeteg bántalmazás volt a Feri által, hogy miért is támogat.
ő látott csomó bandában lehetőségeket, és ha ő nincs, akkor a zenekarok nem jutnak csak úgy lemezhez. Igen. Erről meg nem szeretnek beszélni. Hát igen, és ha nincs nagy fedó, nincs semmi. Elének nagyon sok a mindent lehet köszönni. Tibi, egy kicsit komolyabb kérdés, de tényleg nagyon komoly. Igen. Te hogy tapasztalod, és ez most egy élettapasztalat kérdés, az emberek hálátlanok? Hamar felejtenek? Igen, én úgy érzem, igen. Embernek kéne maradni, tudod, nem személyeskedem. Azt olyan nehéz. Több szeretettel kéne egymás felé lenni, és nem egymáshoz való taposás. Jó lenne, én nagyon sok helyre kopogtattam segítségül, de hátat fordítottam. Ezért nincsenek nagyon koncertjeink. Sajnos. Én olyan emberekben öntöttem a bizalmat, hogy reménykedve, hát ha be tudok jutni egy Barbanegrában, sajnos, mikor jelentkeztem, hogy a csapat szeretne ilyen rendezvényt, vagy egy születésnapot, végül a Crazy Mama maradt. És el voltunk zárva attól a lehetőségtől, hogy mi be is léphessünk a Barbanegrába. Tehát ott csak sztár zenekarok léphettek be. Akkor annó még mondtam, elnézést, nagyon rossz házba csengettem. A másik, egy alkalommal sikerült egy metal fesztiválon fölépni, és ezt hálából nagyon köszönöm Hartmann Kristófnak. Ő nagyon sokat segített, hogy oda is el tudtunk jutni. Ha ő nincs, akkor mai napig nem lépek én föl a Barbanegrába, esélyem nincs. Nehéz megkérdezni, de meg kell kérdeznem. Tibor, van olyan vágyad, ami azt mondom, hogy egy nagy zenekar előtt fellépni, egy Papp László Aréna, egy Puskás, tehát, hogy, vagy egy országos klub, vagy egy nagy fesztivál, vagy pedig úgy vagy vele, hogy menjünk és toljuk, mert kell a rajongóknak. Inkább menjünk és toljuk. Még a legkisebb kocsmában. Az a feeling, az a nagy varázs, azt elmondhatom, Lacika, megjelenik. De jó a kérdés, mert vágyni vágyom rá, de senki nem nyújtaná a segítséget értére, hogy bármilyen programba, bármilyen, a nagy fesztiválokat megértők, még egyszer nagyon köszönöm Hartmann Kristófnak, és azoknak a nyugati zenekaroknak, akik egyeztettek a Kristóffal, hogy a stressz kell. Mióta ismerlek, mindenki úgy emleget, hogy hát a bolond, az őrült, mert hogy ember már rég abba hagyja, ott hagyja, már ötször szétesett a zenekar, újra alakult, tagcserék, kilépett, mikor végre összejönne a lemez, akkor pont kilép a gitáros, pont kilép, tehát folyamatosan van valami. Te művész vagy, én művésznek tartalak. Művész vagy. Megtisztelsz, köszönöm. Egy művésznek mellette menedzselni ezeket, milyen? Hú, ketté lehet hasadni. A sok fájdalom, tudod, az elutasítás. Valahogy aztán a kitartás a probléma van, hogy nem hisz már valaki ebben. Én nem is tudom, hogy lehet így zenész valaki. Hogy nincs meg az a varázs. Az álmainkat soha nem szabad feladni. De milliószor. Kibejárkáltak a zenekarból a zenészek. Ki ide ment, ki oda. Ki sztárrá vált, ki nem. De én boldog vagyok, hogy őket megismerhettem. Sikeresek. Mi sikeresek vagyunk, mert Lacika, képzeled, most az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy egyre jobban, nagyobbá vált a közönség bázisunk. Hát majd fog sikerülni, mert itt vagytok nekem, Viki is, te is, akkor még vannak olyan emberek, akik szeretnek és segítenek. Majd a ti segítségetekkel még többen ismeritek meg. Meglepő volt, Lacika, képzeld el, ez a mostani koncertünk a díjátadó, mert kimentem a Hajógyári szigettől kezdve a Tabánig, hogy szórólapozzam. Beleütközöm olyan dolgokba, hogy nem mindenki lóg az interneten. Tehát a szórólap segítségével, amit hazavitt, akkor
értesültek róla. Tehát itt a reklámmal is komoly probléma van. De hát hogy is tudna az ember szétszakadni? Mentünk, jöttünk, csináltuk, hiszünk benne, ezt Tótónak, a pólókészítő barátomnak köszönhetem. Pörögtünk mind a pitbullok. Aranyos, neki is nagyon köszönöm. Természetes, hiszen nem csak ismerettségünk okán, hanem ugye Vikit is nagyon szereted, meg Viki is nagyon szeret téged, tehát tényleg a Rockpagoda, meg Viki Black, amiben segítünk. Most is tegnap szóltál, és ma itt vagyunk, mert nagyon, ha azt mondod, hogy jöjjünk, fontos, akkor jövünk. Úgy gondolom, hogy a Rockpagoda története során nem sok művészhez ment ki helyszíni riportra. Így konkrétan, kérek, konkrétan te vagy az első, úgyhogy, de nagyon nagy örömmel olyan jöttünk. Olyan nehezen mozgok az ott. Hiszen emlékezz vissza, hogy mondtam, hogy mindegy, hogy hol, engem az se érdekel, hogy a kocsiba beülsz, de nagyon szívesen megcsinálják a riportot. De eljutottunk a beszélgetés azon pontjára, ahol sajnos rá kell térni egy másik. A Csiga Sándorhoz hasonlóan, de nála kicsit korábban elment művészre. Ugye most lesz egy emlékkoncert, ha jól tudom, meg kijött egy CD is. Vasárnap lesz egy emlékkoncert. Engem meglepett, ismerve, mi akartunk a Rockpagodába, most már mondom a nevet, tehát egy Molics Zsolt megemlékezést tartani. És próbáltunk egy-két zenészt összehívni, hogy beszélgessünk róla még tavaly. Ez úgy nem jött össze, de mindenki a te nevedet mondta, hogy hívjuk meg. Mondtam, hogy téged nem, mert mondtad, hogy akkor... Nekem nagyon szép csúszott, én nem darabokban voltam, a feleségem adott erőt ehhez. És most egy személyes megjegyzés, ami nem a Rockpagoda megjegyzése, hanem az enyém. Mi a Pélóért nem szerepelsz a CD-n? Hát ezt nem tudom. Tudod, ha úgy érezzük, hogy tudod, van egy dolog, egy elképzelés, vegyük úgy, mint egy születésnapot. Hogyha a fő ünnepelt úgy érzik, hogy nem, akkor Lacika, ha nem vagyunk kívánatosak, akkor nem kell eltöltetni. Jó, hát ez az egyik. A másik meg lehet, hogy olyan gyors munkálatok voltak, amiben úgy érzem, hogy így lehetett, hogy gyorsan esünk neki, és aki pont, mert elfoglaltak a pályatársaim, akkor neki tudtak ugrani, Lacika. Gondolom én. Tibi, bízzuk ezt a nézőkre, hogy eldöntsék. Szerintem bízzuk rájuk, mi nem mondjunk semmit, ez csak egy furcsaság. Igen. De majd bepotoljuk, mert biztos, hogy nem csak ez az egy CD fog megjelenni a Zsoltikával kapcsolatosan megemlékező CD-n. Biztos lesz ennek folytatása, én bízom benne, mert az ország egyik legnagyobb énekeséről beszélünk. Egy kicsit személyes megjegyzés. Igen. Én a Molics Zsoltot akkor ismertem, még mikor a Klasszikában volt. Nem ma volt. Nem. És szerintem a Klasszika volt a 90-es évek után egyik meghatározó metal zenekar. Ez egyértelmű. Tehát amikor ő kivált és elindult a saját útján, hát utána jó, mindenki úgy értelmezi, hogy akarja, mindegy. Én azt gondolom, hogy bocsáss meg, ez az én véleményem, nem a Rockpag, én véleményem. Nem odafutott ki az ő karrierje, ahova a tehetsége pedesztrinálta volna. Tehát nem, tehát érted, ez miről beszélünk. Régen a magyarban volt a tehetség és a talentum. Így. Ugye a tehetség volt, amikor van valami. A így. Talentum, amikor kiteljesedte. Ez így. Ő egy tehetség maradt. Orjás. És nem tudott talentum lenni. Bár lehetőség akkor megvolt, Lacik, amikor kint voltunk Németországban. Akkor még nyugat-német részen voltunk, és őt hívta a Running Wild együttes. Valamiért az énekesnek hangszer problémája volt. És az öcsi inkább idehúzott, és nemet mondott. Bár a kikötés már akkor volt, hogy sztárként kell énekelned, mert jó a hang. Megcsinálunk fazonra, de itt már nincsenek barátok, itt már üzlet van. Meg lesz az életedben a lehetőséget, hogy jól élj.
Nem. Neki ez a haza, ez a föld, ez volt a fontos. Mind a ketten hazajöttünk. Tehát ott volt a nagy lehetőség. Akkor még a klasszikával az osztrák díjat, mikor elhozták, akkor még Fejér Zolikának is a mindjárt mondom a német, Viktori együttes le akarta vadászni, és soha nem felejtem, előcsi mondta, bejöttek az öltözőbe, hogy akarnak beszélni a Zolikával. Zolika nemet mondott a nagy sztár, német Viktorinak. Mert rákérdezett az öcsire, hogy tehát ezt a lehetőséget kérték, hogy én legyek. És azt mondja a Zsoltika aranyos volt, hogy ez Zolika, ez te döntsd el. Én már eldöntöttem magamban, mikor meg volt a lehetőségem. De ő is ezt az utat választotta, hogy hazajön, és Magyarországon akar élni. Na ez a magyar szép. Így kell szeretni a földet, ahol születtünk. Hát most nehéz így megszólalni ezután, de azért még egy megjegyzést itt tennék. Furák a magyar előadók, hiszen jó pár előadónak volt lehetősége kimenni külföldre. És valahogy nem tudom, szóval nekünk kell az a összekacsintós, hogy lemegyek, és mindenkivel haver vagyok, és a stressznek a koncertjein tapasztalom, hogy valójában nem rajongók nézők, hanem egy baráti társaság. Igen. Akik összejárnak. Mindegy család. Olyan, igen, vagy fényképezkednek veled, igen. Oda tudnak menni, olyan, nem olyan vagy elzárt. Nem, dehogy. Boldog vagyok az a perc, másod perc óra, amit... Arról vitatkoznak, hogy a setlist milyen lesz, hogy mivel, mi lesz a harmadik, negyedik, persze. Hogy biztos azt eljátszátok, igen. Nem lehetne, múltkor se játszottátok. Persze, szóval igen. Menne. Sőt, én emlékszem, valaki megkérdezte, hogy Tibi, milyen sorrendben játszottok, és mondtad, hogy igen. Majd... Persze, igen, de, igen, ez, igen. Ez maradjon szakmai titok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt ott, amikor már üzlet valami, és valaki oda meg fotózkodni, oké, okay, jó, 5000. Aláírás jó, 10 000. Úgy, ezt elutasítom, ha valaki ilyen. Tehát érted, az hát már... Ne az felejtsük már... el, honnan jöttél. Hát sőt, ez olyan megtisztelő, mikor közös képeket is adhatsz emléket. Hát ez az fantasztikus. Hát ez nem pénz kérdése, szeretet kérdése az egész. Több stressz koncerten voltam. Annó is, igen. Régen is. Nem tudod nem 100%-os oda tenni magad. Még hogyha ha azt mondod, hogy Laci, nagyon rosszul vagyok, uh-huh. Alig van erőm, nem tudok mozogni. És kimész, és ilyen energia bomba. Laci, hogy mondtam, szinte megszűnik a világ. A fölmegyek, és mintha nem. Volt, aki mondta, Tibi, integettem, és rám néztél, de mondom, ilyenkor nem is látok semmit. Egyszerűen megszűnik minden. Egy olyan szabadsági érzet fog el, egyszerűen mintha nem a boldog lennék. Érdekes ez a melankolikus állapot. És egy másik megjegyzés, ugye most fiatal zenekar van körülötted. Igen. És kicsit így, hogy mondjam, ilyen tanárbácsissan is, így néha rászólsz, hogy jó, egy sör, de ha kettő, akkor ott már nem, mert az már úgy már nem. Igen. Figyelj oda, megnézted azt? Menj és nézd meg. De kedvesen, imádlak, szeretlek, de nézd meg. Igen. Mert tudod, nem csak az, hogy élvezzük a zenélés, hogy együtt lehetünk. Ez végül is munka. És egy munkahelyre nem mehet így be az ember. Uh-huh. A főnök nem ilyen toleráns. Nagyon szeretem őket. És vigyázok erre, mert tudod, ha hosszabb koncert van, vagy az ember tovább utazik, igen. Akkor inszufla. De minden koncertet 100%-osan kell oda tenni. Mert a közönség ezért befizett a belépőjét, vár is valamit, amit kötelességünk nekünk. Mi ezt vállaltunk. Valamikor egy metal vagy egy rock koncert, amikor még alánynak, most mondhatjuk megint kevés van, az egy ünnep volt, mert az ember már előtt egy hónappal várta, hogy jön, és igen, készült, igen. És milyen ruhát vegyek föl, igen, és igen. Hogy, és a haverokkal, és hol találkozunk, és... Igen. Tehát, hogy volt egyfajta ilyen, de az egész nap arról szólt.
Utána volt egy időszak, amikor, ahogy említetted, kicsit ez úgy visszaült, és ilyen üzleti lett, hogy lemegyek, tessék a pénzemért előadni, amit kérek, és itt. Viszont a stressznél én azt látom, hogy a rajongók, azok, hogy mondjam, tehát oké, megveszik a jelet, oké, a pólókat megveszik, de nem ez a lényeg, hanem az az együttlét, amit a zenekar is... Az óriási. A pólót, hogy megveszi, van, aki gyűjti kétszerben. A másik, hogy ők olyan kedvesen, ja most elmondok egy sztorit ezzel a koncerttel kapcsolatosan, én a WC-be elmentem, Laci, azóta elsérni magam. Következő történt. Két kárpátaljai fiú úgy jöttett a határon, hogy nem lőtték őket agyon, a behívó leves, tehát katonaszökevények lettek volna. És ez az ukrán határőr magyar, elmondták, hogy stresszpólóban voltak, hogy ők nem tudnak oda jönni erre a koncertre, akár itt helyben hazaválhatják őket. És voltak olyan kedvesek, mert mondták, hogy mit jelent nekik, két fiúra van szó. És nagyon-nagyon sírtak, hogy lehúnyt a szemét, azt mondja, ha lehet most, azonnal kapjanak fényt, tűnjenek. Tehát is stoppal berohantak az erdőbe a srácok, és ahogy tudtak, kilométer, és végül stoppal a magyar területen elvegyülni, eltűnni, de már nyugodt szívvel. Azért, hogy egy stressz koncertre. Mert tudod meg, mit éreztem. Most vidéken vannak barátoknál, mert ők még a határon mondták, hogy ők nem akarnak beleavatkozni egy igazságtalan, bűnös álló. És te erre szavakat nem találok. Kiszakad az ember szíven. Azt jutott az eszembe, említetted ezt, és tényleg én tapasztaltam, voltam a koncerten, ki vannak rakva a pólóitok. Igen. És jött a fiatal, és azt mondja, ez van, ez nincs. Mikor jött ki? Miért nincs? Van méretembe? És akkor, igen. És akkor mondj, kérdezte tőle az eladó, igen, hogy ez megvan, hogy az is megvan. Sőt, azt mondja, van neki valami 20 éve, eredeti valami, nincs, tudom. Tehát tényleg ez egy, én úgy gondolom, hogy ha a rockpagod a család, igen, akkor lehet mondani, hogy a stressz is egy család. Így van. A másik lacika, ami nagyon fontos, pólóról jut eszembe. Nem sajnáltok ezt a pénzt belerölni, már kölcsönkérdően a minőségi póló. El kell mondanom, hogy Angliából van. Ezért ilyen drága. Na de az ottok a maga a minőségi nyomás, a festőnyomás is. És ezt a pólót lehet gyilkolni. Már az anyag is más, Laci. Tehát nem sajnálni a garanciát, hát a póló legyen olyan, hogy évekig tudja oldani. Pontos. Te hogy látod a stressz, vagy jó, Lőrinc Tibi, stressz, merch, tehát pólok, mindenhol a minőségnek meg kell jelenni? Minden. Hiszen kvázi mindenhez a nevedet adod. Ott van a... Így van. Mert ha azt mondják, hogy stressz, akkor Lőrinc Tibi. Tehát, hogy csak azt mondják, hogy nem azt fogják mondani, ha azt mondják, hogy jó a póló, bocsi, igen, hogyha jó a értem, koncert, jó volt a stressz. Igen. Ha rossz a koncert, rossz volt a Lőrinc Tibi. Jogos. Bocsáss meg, de ez így szokott lenni. Ez tényleg így szokott lenni. Tehát mindenben a minőség, a profizmus kell, hogy legyen. Én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen kínálatunk van, még ez fokozó. Hát, ha lesz remény, én bízom benne, hogy lesz jövőnk is, mindig is voltunk jelenünk, jövőnk is. Csak most nagyon nehéz időnk előtt állunk. Bízom abban is, hogy az összefogás, és nem az egymással való ellenségeskedés visz előre, hanem az értelem, a józanész visz minket előre. Nagyon, nagyon komoly dolgot mondtál, mert úgy gondolom, hogy ez a világhálón történő élet, meg a fotelrockerek, meg a Facebook harcosok, az élő zene az élő. Tehát én, hogyha meg akarok nézni egy zenekart, meghallgathatom a számát, megnézhetem YouTube-on, de hogyha én elmegyek a te koncertetekre, és odállok a
legenda sörfőzdébe, körülbelül egy méterre tőled, olyat kapok, amit... Ez fontos is, mert ez az életem, Martik. Ti vagytok az életem. És a másik meg, hogy én, mint néző, így vagyok a díszletekkel, a megvilágítással, színpadépítésnél. Ha én néző lennék, mert fiatal srác vagyok, mitől volt ez ilyen nagyon jó? Mi volt az, ami ennyire padlóra küldött? Sok nyugati zenekarral is játszottunk, nagyon sok korszakot éltem meg, nagyon nagy zenészekkel, zenekarokkal, és csak szívtam. Egy életrövid erre, hogy tanuljon az ember. De ezt még mindig tudod, hogy is láttam, úgy is kéne ezt csinálni. És mindig ez van, hogy mindig a legjobbat kapja a közönség. Hát értük, csináljuk, értük, élünk. Akiknek nagyon igen. Hálás vagyok. Én is, meg a zenekar is. Most két kérdést merül fel benne. Igen? Az egyik az az, hogy tervezed-e az életed nagy regényét megírni? Hát Panika, a feleségem az nagyon rajta van ezen. Tényleg ezt ő meg is írná. Tervezte a Panika is, mondta, hogy csináljuk. Mert kicsit úgy érzem, hogy ez a No Man Is No Man, tehát a stressz, az nem csak egy zenekar név, hanem az első perctől kezdve igen. Minőség, egy érzés. Igen. Egy életforma. Egy életforma. Igen. Beszélgettem egy zenésszel, aki volt nálunk riporton, mindegy, nem akarom a nevét mondani, igen. És azt mondja, hogy nézte a videót, ugye a legendával, amit ott, igen. És azt mondta, hogy hát mi a francnak? Ezek igen. A bábuk, meg azok, meg igen. Minden. Hát milyen, simán fölmentek egy szál íz, és akkor lejátszál. Az nem így működik. És én mondtam neki, hogy figyelj, amikor a Kiss itt volt nálunk, nem most, amikor a jegyek nem fogytak rendesen, igen. És átkerült a Petőfi csarnokba. Így van, mert akkor az úttörő stadionban lett. Igen, átkerült, igen. És fölrakták ezeket a nagy traverzeket, meg minden volt. Bizony. És nem tudták kinyitni. És megkérdezték a Gene Simmons-t, hogy oké, de hát akkor mindenki építsük fel, nem lehet kinyitni. Igen. Mert a látvány része. Igen. Ha jön valaki kis koncert, a babákat kell látni, a traverzeket kell látni, tűznek kell lenni, füstnek kell lenni. Tehát, hogy mindegy volt nekik, hogy ők ember. A showmenek. Igen. Ezt így kell csinálni. Úgyhogy én megmondom őszintén, a mostani nem voltam kin. Én nekem az, hogy a Gene Simmonsnak a csizmája kb. Fél méterre volt a fejemtől, egy olyan élmény, hogy azt mondtam, azt nekem nem lehet. Nekem is. Én az észfeléli ment fölöttem. Én elsírtam magam. Az Origi kész. Tényleg, miért mi ott találkoztunk? Bizony. Petőfi csak. Emlékszem. Mekkora volt öcsém, mert Zsolti van. Igen. Ah, látod, az ember öregszik, aztán már többet felejtünk. Nyugodtan rágyújthatsz, nyugodtan. Azt jövök. Csinálsz, amit igen. Akarsz, köszön. Addig a nézőknek, hogy ne unatkozzanak, kicsit én be...